Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban itt május 19-én, az érettségi vizsga időszakok közepette. Nos, ebben a videóban igazából francia salátát fogok készíteni, illetve tesztelni, kóstolni meg minden. Ezek a random vigyorgásaim az egész videót fel fogják ölelni, aminek az értelme konkrétan semmi, de érzékeltetni próbáltam vele, hogy amúgy finom meg minden jó. Nos, hát igazából igen, ez az a rész, amikor 600 éven keresztül csak csemege uborkát, meg almát vágok, mert végül is, miért is ne, ezt is vágattam volna, de mondom, legyorsítás meg minden, még azért szerintem élvezhető. És ez a rész lehet kicsit ismétlődni fog, na mindegy. Néha van, megismétlem magam. Tudom, rossz szokás, meg nem a legjobb dolog, de sajnálom, hát most na ez van. Mint ahogy láthatjátok, nem tudom már mennyi ideje az almát, még a savanyú uborkát szeleteltem így. Hát igen, de most már 80 tonna alma legalább fel van kockázva, szeletelve. És csak elmondanom, hogy a videó nagy részén 2,5-szeres, illetve 3,5-szeres gyorsítás van, szóval azzal ilyen gyorsítás nélkül lesz körülbelül egy 15 perces, 16 perces nyersanyag. Gyorsításokkal pedig ugye hát ez a 6 perc, 6 másodperces, ilyen nélkül fókusz ide-oda ment, de azért próbáltam mindent szépen fókuszban tartani, és minél szebbre és jobbra elkészíteni ezt a videót nektek. Hát igen, már volt egyszer egy francia sátakészítős videó, de az annyira nem sikerült jól, hogy őszintén megmondom, hogy már bánom, hogy feltöltöttem. De ebbe egyébként lesz egy kis csavar a végén, ami mondjuk már a címből kiderült, ugyanis elmondom nektek így előre, meg már a címből kiderült, szóval mindegy, hogy megsült süteményeket is fogok nektek mutatni, mégpedig barackos fornettit, csokis fornettit, igazából barackos párnácska és csokis párnácska a nevük, na mindegy, illetve mini kakós csigák, tekercsek, azokat fogom megmutatni még a végén, hogy milyenek megsülve, és olyan szinten kívántam egyébként a franciasát. De itt már, itt látjátok, ezt mondom, ezeket a hello, vigyargak, ízé, kóstolok, de úgy kóstolom, hogy körülbelül egy 6 tonnát kóstolok meg belőle, nem lehetnék is, de abban, nem, 6 tonnát, persze. Na, mindegy. Itt meg már igazából a főtt tojásokat szeretem szépen felfejhet, itt már nem figyeltem, megmondom őszintén annyira, hogy miért anilag mindig egyforma szép darab legyen, valamelyik kisebb darab lett, valamelyik nagyobb darab lett, de attól függetlenül egy a lényeg, egy a fontos, hogy finom lett, fogyasztható lett, jó lett. Ez itt a lényeg. És persze, hogy egyébként egy jó részt elfelejtettem felvenni, mármint jó részt úgy értve, hogy egy nagyobb részt a sátakészítésből, mikor ugye a tejfölt tettem bele a tálba, utána a majonézt, utána körülbelül egy kávés kanálnyi mustárt, illetve egy pici cukrot, és egy csipetnyi sót is tettem bele, hogy jobban előhozza az ízeket, de ez a hányház annyi szokás igazából, mindenki máshogy készíti, de persze azt most se vettem fel, múltkor meg alig mutattam meg valamit, na, tehát ahogy szokás mondani, három a magyar igazság, majd legközelebb még azt is felveszem, aztán már három francia saláta készítős videó lesz a csatornán végül is, miért is ne, tehát nem megyek vele az agyatokra, hogy francia salátát készítek már 6 millió szor csatornánál, de hogy ó, de miért kóstolgatom eddig, te jó ég, még megmutat, hogy megrágtsa meg minden, kukorica, jaj, de szép kukorica, igen, öntsük le a levét, jaj, de jó, jaj, de ügyesek vagyunk, na ezt legalább már képes voltam megmutatni. Itt igen, kicsit variáltam egyébként, hogy most az összes kukoricát használjam, ne használjam az összes kukoricát,
tehát hogy legyen. A vége az lett, hogy az összes kukoricát felhasználtam, és egy pici lélelt, hogy ment a kukorica levéből bele, így utólag elnézve, na mindegy. De egyébként már konkrétan a videó vége felé közeledünk, mert ezután már nem lesz sok, csak a kóstolás, illetve a sütemények megmutatása, meg hát nyilván ugye ez a keverem jobbról, keverem balról, keverem kavarom, nem tudom, tehát értek, és már most meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, hogy ismételten megtekintettétek egy videómat, és találkozunk legközelebb, addig pedig mindenképpen vigyázzatok magatokra, ha érettségiztek, akkor sok sikert, és találkozunk legközelebb jövő héten, remélhetőleg. Addig pedig vigyorogjatok ti is, mint én a videóba. Legyetek jók, találkozunk legközelebb. Sziasztok, szép napot mindenkinek, kellemes érettségre készülést, ha érettségiztek, maybe.